Köszöntünk mindenkit a negyedik Radnóti menet utolsó állomásánál itt a Pozsonyi úton. Az első Radnóti menetet 2009-ben kezdeményezték a késő megszűnt demokratikus hálózat fiatal aktivistái azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet arra a tényre, hogy Magyarország a Rákoskeresztúri új köztemető 298-as parcellájában nyilas gyilkosokat tisztel meg közpénzzel fenntartott állami díszsírhelyekkel. Erre kutatások bizonyítékokkal szolgáltatnak. A szintén közpénzzel fenntartott állami hivatalok és hivatalnokok közöttük is a jelentős szerepet játszó Boros Péter, korábban belügyminiszterként, illetve miniszterelnökként, később a Nemzeti Emlékhely Bizottság elnökeként, 20 éve védik ezt az általuk létrehozott botrányos helyzetet, a mindenkori kormány pedig rendszeresen lerója kegyeletét a nemzet képviseletében, a 298-as parcella díszsírhelyei előtt is. Ezek a díszsírhelyek jelenleg az újjászülető fasiszta jellegű szervezeteknek egy, zarándok helyévé vált, igen. Köszönöm szépen a segítséget. És ehhez kapcsolódóan hallgassuk meg Spiró György Jönnek című versét Zsolnay Júlia előadásában. Spiró György Jönnek. Jönnek a dúlt keblű mély magyarok. Megint. Fűzfa poéták. Fűzfa rajongók. Jönnek a szarból. Csönd van. Senki se pisszen. Alantról kevéske hűlt költő csontújjaint. Ó, ha gyilkolni szabadna újra, csámcsogva, hersegve szívnák a vért. Miért is? Ki tudja. Trianonért. Mered pár utcanév pici csontújja. Ez olyan klím. Itt folyton beborul. Ez rendben van. De szégyen, 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 hogy mindenki kussol, hogy mindenki fél. És nekünk kell jönnünk pár csenevésznek, hogy bebizonyítsuk. Nem csak a szemetek tudnak magyarul.